Senki sincs egyedül. Újra Alzheimer Caféra hívta az érintetteket, hozzátartozóikat a segítőkész kispesti gondozószolgálat a Halásztanya étterembe. Balázs Piroska intézményvezető köszöntő szavai után Jobbágy Mária mentálhigiénikus szakember egy civil kezdeményezésről beszélt. Kifejezetten hozzátartozóknak és a demenciával élőket gondozók részére alapítottuk dr. Kázár Ágnessel, mert azt tapasztaltuk, hogy bármilyen sok kezdeményezés van, ugye Alzheimer Café filmek, könyvek, mindenféle rendezvények, konferenciák, de mégis azt a visszajelzést kaptuk a hozzátartozóktól, hogy ők nem kapnak elég segítséget, és egyedül érzik magukat. És ezen szeretnénk segíteni ezzel a civil kezdeményezéssel, amihez két érdekes dolog kapcsolódik talán. Az egyik a memória követek hálózatának létrehozása, aminek az az értelme, hogy az ország különböző részéről különböző végzettségű szakemberek vannak a követeink között, most már azt hiszem 25-en vagyunk, akik közt vannak orvosok, hozzátartozók, PR szakemberek, szociális gondozók, és hogy az ő dolguk az lesz, hogy összefogják azokat a kezdeményezéseket, amik az adott régióban demenciával kapcsolatban vannak. Ez Urbán Szilvia, akit sokan a KMO művelődés szervezőjeként ismernek, maga is memória követ. Én a hozzátartozóknak tudok valami fajta segítségül szolgálni, még egy művelődésszervező vagyok, közvetési szakember, és én például listákat készítek arról, hogy milyen olyan filmek vannak, amit ebben a témában meg lehet tekinteni, milyen könyvek vannak, amit ebben a témában meg lehet tekinteni, színházi előadások. Most csinálok egy adatbázist, hogy milyen olyan társasjátékok vannak, mert ugye nekem a társasjáték meg egy ilyen nagy terület, milyen olyan társasjátékok vannak, amit demensekkel úgy lehet játszani, ami nekik egy kicsit késleltetheti ezt a folyamatot, egy közös interakció a hozzátartozóval, tehát ebből pedig most egy adatbázist csinálok. Amikor az egész bekerült, akkor már lehetett látni, hogy ez egy népbetegség. Tehát, hogy egyre, nekem 97-től volt egy 120 fős nyugdíjas klubom az előző művelődési házban, én 20 évig voltam velük, és láttam, hogy ott milyen különböző problémák vannak, tehát abszolút nyitottá váltam erre a témakörre, és utána a későbbiekben sajnos az anyukám is demenssé vált, és egy ilyen plusz érintettségem is lett így, ő már sajnos nincs köztünk, úgyhogy, de szeretném ezt a vonalat mindenféleképpen egy kicsit továbbvinni, és ami a legeslegfontosabbnak tartok az, hogy amikor szembesülünk azzal, hogy a hozzátartozónk 17-szer hív föl, és ugyanazt mondja el, meg stb., hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ne érezzük problémának, ne érezzük szégyennek, tehát, hogy minél hamarabb egy demens elkerül valami olyan helyre, ahol egy kicsit késletetni lehet ezt a folyamatot, az minél jobb, hogyha minél hamarabb szembe tudunk ezzel nézni, és akkor vannak olyanok, mint ugye a senior örömtánc, vagy különböző társasjátékok, különböző dolgok, amikkel egy picit foglalkozásokkal, ez sajnos egy gyógyíthatatlan betegség az Alzheimer, de azért minőségben egy kicsit talán lehet egy picit ezt késleltetni. Gyógymód hiányában jelenleg a társadalmi összefogás lehet az alapja annak, hogy egy kicsit jobban éljenek a demenciában szenvedők és az őket gondozók. Vallják a szakemberek. Ez volt egy ötletünk.